A MÁV előre két magabiztos győzelem után hazai környezetben igyekezett lezárni a Kecskemét elleni párharcot, de dolgát nehezítette, hogy csapatkapitánya Reggio Cocchi ezúttal nem lépett pályára. Már a mérkőzés elején magához ragadta az irányítást az itt jobbról látható hazai együttes, a jó nyitások mellett jó fogadásokból vezetett támadások a 8-2-es vezetésre tett szert. 9-9-nél ugyan kiegyenlített a Kecskemét, de a szett végéig kitartó jól felépített fehérvári támadásokat nem tudta hárítani, és 25-17-re megnyerte az első szettet a MÁV előre. A második játszma sokkal szorosabb volt, csak 14-11-nél tudott először ellépni a hazai gárda több mint két ponttal. A szett második felében is folytatódott a kiélezett küzdelem, amikor látványos labdamenetek közepette. 24-23-nál megszerezte a játszma győzelemhez szükséges pontot a MÁV, ezzel egy játszmányira került az elődöntőtől. A harmadik felvonást ott kezdték a csapatok, ahol az előzőt abbahagyták, folyamatosan pontot érő támadásokkal operáltak. 11-7-nél újra a székesfehérváriak domináltak, de felzárkóztak még a kecskemétiek. A hajrában jól ültek Pesti, Ambrus és Janke támadásai, végül 25-23-ra lezárta a játszmát, a meccset és a párharcot is a MÁV. A szettek aránya nem tükrözi, viszont ez nagyon izgalmas és nehéz meccs volt, ahol sajnos sérülés miatt nélkülöznünk kellett a csapatkapitányunkat, Cocchit, és próbáltunk úgy belemenni a meccsbe minden vagy semmi alapon, hogy két meccs előnybe vagyunk, és muszájíton tartunk a győzelmet, és ezzel megkönnyíteni a saját helyzetünket. Igaz, a Kecskemét az nagyon dinamikus és nagyon fiatal csapat, és hogyha megkapják a tüzet és a hitet, akkor viszont küzdenek nagyon. Összesített 3-0-ás győzelmével a MÁV előre Foxcon bejutott az Extraliga legjobb négy csapata közé, vagyis még megismételheti tavalyi döntős szereplését.